Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Ebben a mai vlogban egy riportot mutatok be nektek, amit a Rádió 1 Cetin Zoltán készített velem. A elmaradt isztambuli fotókiállításomról mondok el néhány gondolatot, és hogy mivel foglalkozom mostanában, mikor már így vége fele jár ez a vírus időszak, remélhetőleg legalábbis. Úgyhogy fogadjátok szeretettel, a hanganyagot alá festettem néhány saját fotómmal, úgyhogy kiegészítettem, hogy egy egész videó kijöjjön belőle. Jó fényt kívánok nektek, és szép hetet! Sziasztok! Agora. Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja. A koronavírus járvány miatt maradt el legutóbbi isztambuli kiállítás a dr. Nagy Attila fotósnak. Törökországban nagy népszerűségnek örvend az aktfotózás, ami a soproni fényképész egyik kedvenc műfaja. Dr. Nagy Attilával Cetin Zoltán beszélgetett. Törökországban több alkalommal voltam fotópályázatokon zsűrizni, illetve két alkalommal is volt egyéni fotókiállításom, és ennek kapcsán most egy tematikus aktkiállításra került volna sor, amit sajnos a koronavírus helyzet miatt el kellett tolnunk, és egyelőre még nem tudjuk az új időpontot, hogy mikor lehet ezt megvalósítani. Miért pont aktkiállítás? Ez mondjuk Törökországban ennyire kedveltnek számít? Igen, Törökországban az akt, mint műfaj nagyon kedvelt, és nagyon kevesen űzik ott fotográfusként, fotoművészként, és épp ezért minden külföldi fotós szívesen vesznek, aki esetleg kiállítást vagy workshopokat tud tartani török fotósok számára. Miért nem elterjedt ott ez a fajta fotózás? Hát még akkora hagyománya nincs, mint mondjuk Európában vagy akár Magyarországon is, és nincsenek olyan múltbeli nagy fotósok, mint hazánkban vagy akár a Európa más országaiban, és ezért most próbálják ezt utolérni tanulással, workshopokkal és kiállítások megnézésével. Hogy működik egy ilyen kiállításnak a előkészítése, mondjuk az első telefonhívástól a megvalósításig? Hát a kiállítás előkészítés az úgy történik, hogy a képeket az ember elküldi a kinti szervezőknek, megnézik, és akkor általában rábólintanak, hogy ez egy jó anyag, és jóvá hagyják, és magában a galériában pedig megmondják, hogy hány képet lehet kiállítani, mekkora méretben, és általában a nagyítást is ők szokták ott kint intézni, tehát nem kell küldeni semmilyen csomagot, hanem ott már ez lebonyolításra kerül, és tényleg csak a megnyitóra kell kiutazni és azon részt venni. Tehát nagyon profi megszervezik Törökországban, a fotós közélet az nagyon professzionális. Hogy kerültél te egyébként ebbe a fotós létbe? Mióta foglalkozol ezzel a témával? Én már olyan 25-30 éve foglalkozom fotózással, így magában az aktfotózással olyan 15 éve foglalkozom, és workshopokat tartok ebbe a témában, tehát elég jól így sikerült belekerülnem ebbe a körforgásba, és ennek kapcsán hívnak többször is Törökországba. Attila, egy kicsit mesélj a fotós karrieredről, kérlek. 20 évig voltam körülbelül a Soproni Fotóklub tagja, több évig a titkára, és onnan eljöttem, és most van egy Harkai Fotoművészeti Kör néven egy klubunk, egy fotóklubunk, ahol többen is tevékenykedünk, illetve saját magam is alkotok, fotózom, és a saját projektjeimet is végzem, tehát ebben az irányban is elmozdultam. Úgyhogy elsősorban modell és aktfotózással foglalkozom, ez a két fő téma, amik így az irányvonalat meghatározzák, de természetesen mást is szeretek fotózni, hogyha arról van szó, és ezt a jelenlegi helyzetet is most így próbálom áthidalni, hogy ilyen online tanfolyamok, amiket már évek óta elkezdtem, azokat tartok, és ezért nem jelent olyan különösebb megrázkódtatást ez a járványügyi helyzet, mert abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy évek óta online is jelen vagyok. Erre térjünk vissza egy kicsit később, de azt hiszem, hogy sokan felkapták a fejüket, amikor azt mondtad, hogy aktfotózással foglalkozol. Az ember így mindig belegondol abba, hogy hogyan is működik ez, hogyan tudnak a modellek előtted úgy megnyílni, levetkőzni a gátlásaikat. Mesélj erről, kérlek. Az aktfotózásnak hozzáteszem, hogy Magyarországon azért nem a teljesen a legjobb a megítélése, ennek több oka is van. Sajnos sokan összekeverik, az átlagember összekeveri az erotikus fotózás, az gyakorlatilag semmi köze nincs ahhoz. Az akt egy ugyanolyan műfaj, mint mondjuk a tájfotózás. Itt a részletekben van a hangsúly, meg a modellnek a egyes részleteit lefotózni, a fényárnyék hatások, stb. Tehát gyakorlatilag egy más műfajt látnak mögé, és azért van nem túl pozitív megítélése, és szerintem ezen lehetne változtatni, ezen a kérdésen is. Hát ezt próbáljuk, akik ezzel foglalkoznak, ezt próbáljuk az embereknek átadni. Van-e valamilyen digitális felület, ahol a képeidnek utána lehet nézni, hogyha valakit érdekel ez a téma, akkor hol tudja megtekinteni?
Több felület is van, ahol meg tudják nézni a műveimet. A honlapom az attilafotó.hu, illetve a közösségi médiában a Facebookon is Attila Fotó néven van egy oldalam, és ott is megtekinthetők a képeim. Mik lesznek a következő céljait, hogyan tovább? Vannak-e már kiállítás tervek? Kiállítás terven ez szerepel. Biztos lesz haza is, még az idén is, de épp azért konkrét dátumot még, amíg nem tudunk semmit a koronavírus járvány lefutásáról, azért konkrét dátumot még ebben sem tudunk megbeszélni. Tehát lesz külföldi és hazai kiállítás is, illetve már egyéb fotózások is, workshopok is, csak még dátumokat azt jelen pillanatban nem tudunk. Noha kiállításról vagy bármilyen érdekességről tudomást szerzünk, akkor biztos, hogy azt el fogjuk mondani a hallgatóknak is. Dr. Nagy Attila fotóst hallották, ő volt itt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Köszönöm szépen, és mindenkinek további szép napot kívánok.